Sziasztok srácok, én Exterzők, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan tudjátok leszedni azt a játékot, ami a, a héten jelent meg, vagyis héten került be így a lapokba, a hírekbe. Ugye ez a Fortnite PUBG, hát mondhatjuk kopinak, bár mondjuk szerintem egyik játékra is hasonlít, inkább a H1Z1-re hajazik számomra. Most megmutatom nektek, hogy hogyan is kell ezt letölteni, illetve hogyan is kell ezt lefordítani angolra, mert ugye Hogyha mi leszeretnénk ezt tölteni, ahhoz Ugye tájföldi IP-vel kell, vagyis klienssel kell letöltenünk. Most első dolgunk, hogy beregisztrálunk a Garena nevű programra. A leírásba leszögezem az összes linket, szóval ezt most elmondom, hogy a leírásban mindent megtaláltok, ami számunkra fontos lesz. És hogyha beregisztráltatok, letöltöttétek ezt a Garena nevű programot, ugye fel kell telepíteni onnantól kezdve ti kiválasztjátok hova szeretnétek telepíteni, semmi, idáig, idáig minden rendben van, ez mindenkinek menni fog gondolom, legalábbis aki szeretne ezzel játszani, az biztos, benne van már a szakmában, tudja mit, hogyan kell. Ö, idáig teljesen alap, tényleg ezt még egy 5 éves gyerek is meg tudja csinálni, és a következő dolgunk az lesz, hogyha beléptünk ebbe, a Garena programba, ezt minket fogadni, ugye nektek ezek a játékok nem lesznek itt, mert szükségünk lesz egy olyanra, hogy itt jobb felül rámegyünk erre a settings fülre, és itt a régión kiválasztjuk Thailandra. Mivel most én átállítom például Hongkongra, elszévelem, és ahogy láthatjátok teljesen más játékok jelentek meg, teljesen más, szóval én átállítom vissza Thailandra, mivel ez a Roe nevezető játék, ugye a teljes nevét nem mondom ki, mert nagyon bonyolult, az csak a thai-landi ip n van. Nos, ugye szimplán rámegyünk, nekem le van töltve már a játék, de ha ne, hogyha nektek nincs, akkor rámentek, és itt alul egy piros gomb megjelenik azzal, hogy download. Hogyha ti letöltöttétek a játékot, akkor nektek ilyen, ilyen nyelvel nyelvvel fog futni ez az egész, és ezt nem is tudjátok megoldani más, hogy Látjátok, egy nyelv van, más nincsen. Egy móddal meg tudjátok oldani, hogy ez a, ez a játék angol legyen. Nos, arra nincs más lehetőség, mint leszedni ezt a Process Hacker 2 nevezetű programot, és ha lejött a játék, akkor beléptek a játékba. Ez egy kis időt igénybe vesz, teljesen. De én az, erről a kliensről én nem is hallottam még, hogy ez mi. És hogyha nekünk betölt a játék, ezt áthúzom egy másik ablakba, vagy egy másik monitorra, hogy meg tudjam majd nyitni. De... De ugye a játék alapból ő nem teljes képernyőn lesz nektek, hanem ablakos módban, és tényleg olvashatatlanak ezek a vetük. nem lehet kikövetkeztetni, hogy mimi, nagyjából én is a beállításokba be tudtam menni, be tudtam tenni full screenbe, viszont az ilyen egérérzékenységet és a társait egyáltalán nem bírtam beállítani, mert teljesen Máshogy látjátok? Na, ez a menüje. És itt valahogy bemegyek a settingbe, itt van, és kirakom én is ablakos módba. Oké. Okay. Látjátok, vissza a menübe, és álltok egy felbontást egy ilyenre. Így, oké. Okay. És visszahúzom, ugye, itt ez a Process Hacker nevezetű alkalmazás, amit, hogyha megnyitok, látjátok, mindjárt mutatom nektek, hogy mi fog megjelenni. Ez fog itt nektek megjelenni, igazából le kell tekernetek a legaljára, ez a legfontosabb, hogy letekertek a legaljára. És itt van az, hogy Európa klient. erre toltok egy jobb klikket, és Properties nevezetű fülbe belementek. Következő dolgunk az, hogy a Command Line-nál erre rámegyünk, erre a nagyítóra, fogja nekünk ezt hozni, ezt kijelöljük, kijelöljük az egészet, és rámegyünk arra, hogy Copy. Az megvan, Close, Close, és most kékszeletjük játékot azok és létrehozunk egy új szöveges dokumentumot, és ide ezt az egészet beleillesztük. notepad notepadba lehet, hogy egyszerűbb lenne, de azért azt nem muszáj letölteni, így is egyszerű. Annyit kell csinálni, hogy elejére írjátok össze, hogy kukac, etc, hó, off, toltok egy kettő darab entert, elhúzátok a legvégére, toltok itt is kettő darab entert, és rámentek, és beírjátok azt, hogy exit, majd visszatekeritek a legvégére, és itt van az, hogy language, és ezt átírjátok arra, hogy en, magyarul english, ugye? És elmentitek például úgy, hogy hát nekem már ugye el van mentve, de például elmentitek egy ilyennek, hogy roe translated.bat, elmentitek, vagyis hát jó, most ennek nem így fogom, hanem adok egy egyest a végére, elmentitek, ezt ki is x sőt ki is törölhetitek, ha akarjátok. És elindítjátok ezt, ugye rákérdez, hogy valóban engedélyezzük neki a módosításokat és társai. Ilyenkor felhoz nekünk egy command file-t, vagyis egy ilyen command exit, ugye mindenki ismeri a CMD-t, és itt egy kicsikét várnunk kell, most a játékot tölti be magát, ugye nekünk, bár mondjuk, nekem be vagyok Lifa a játékba, lehet, hogy ki kellett volna lépjek előtte. Remélem így is megfogja, de inkább megnyitom még egyszer. Lehet, hogy egyszerűbb lenne. Mint várni a semmire, aztán nem történik semmi. Bocsánat, amúgy, hogy ilyen összeszedetlen és ilyen dadogós vagyok, csak hajnali egy óra van. Nem tudom, látjátok a jobb alsó sarokba. Na tölt, tölt a játékunk is. Ahogy láthatjátok, itt angol már len a felirat, és alá teljesen angol lett maga a játékunk, egy nagyon jó játékról van szó, én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert, mert, mert tényleg, na, mi az, hogy fajled? Kilépek. Szóval én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert reloginolni kell, na mindegy, szóval ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert nagyon jó játék, és ja, ha tetszett a videó, akkor dobj a lájkot, like és ha szeretnétek meg hasonló tutoriálokat, akkor tényleg jelezétek valahogy, meg hogy miből szeretnétek, és ja, sziasztok!